József Attila, érik a fény. Megrázhatom fáimat, már közelednek testvéreim. Ívlámpák vagyunk egymás szívei fölött. A kicsi madarakat látod-e a vállainkon? Mi vagyunk azok, és szelíd arcunk is egymáshoz ér. Nyissuk ki egészen magunkat, egyszerre jusson mindenki a szeretetbe. A napra akasztjuk sugarainkat, megszabadult kenyerek telepednek küszöbeinkre, gyémánt hidak szökkennek mindenfelé, s az elaludt aknák pacsirtákként emelkednek szívünkbe, és szelíden fölrobbannak csókjainkban. Hát pazaroljuk szét haragjainkat, kitárt ajtónál mosolyogjunk, szemünkben rejtőzik a torony, melyről beláthatjuk ismeretlen hazánk vidékeit. Készen vagyunk már égboltjainkkal, s készen vagyunk a fényességre, aki hajnalonta gyönge virágokat okoz. Isten hozta önöket, szeretettel köszönjük önöket. Kis Eszter színművésznő, előadó, József Attila előadomásként, és Csalai Ildikó festőművész és festőrestaurátor Érik a fény című kiállításán. Átadnám a szót Eszternek. A Dunánál. A rakodópart alsó kövén ültem. Néztem, hogy úszik el a dinnyeré. Alig hallottam, sorsomba merülten, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély, mintha szívemből folyt volna tova. Zavaros, bölcs, és nagy volt a Duna. Mint az izmok, ha dolgozik az ember, reszel, kalapál, vályogott vet, ás, úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedt el minden hullám és minden mozdulás. És mint édesanyám, ringatott, mesélt, és mosta a város minden szennyesét. És elkezdett az eső cseperészni, de mintha mindegy volna, el is állt. És mégis, mint aki barlangból nézi a hosszú esőt, néztem a határt. Egykedvű, örök eső modra hult, szintelenül, mi tarka volt a múlt. A Duna csak folyt, és mint a termékeny, másra gondoló anyának örül a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen, és nevetgéltek a habok felé. Az idő árnyán úgy remegtek ők, mint sírköves, dülöngő temetők. Én úgy vagyok, hogy már 100 000 éve nézem, amit meglátok hirtelen. Egy pillanat, s kész az idő egésze, mint 100 000 ős szemlélget velem. Látom, amit ők nem láttak, mert kapáltak, öltek, öleltek, tették, ami kell. És ők látják azt, az anyagba leszálltak, mit én nem látok, ha vallani kell. Tudunk egymásról, mint öröm és bánat. Enyém a múlt, és övék a jelen. Verset írunk, ők fogják ceruzámat. És én nézem őket, és emlékezem. Anyám kún volt. Az apám félig székely, félig román, vagy tár egészen az. Anyám szájából édes volt az étel. Apám szájából szép volt az igaz. Mikor mozdulok, ők ölelik egymást. Elszomorodom néha emiatt. Ez az elmúlás. Ebből vagyok. Meglásd, ha majd nem leszünk, megszólítanak. Megszólítanak, mert ők, én vagyok már. Gyenge létemre így vagyok erős. Ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, mert
az őssejtig vagyok, minden ős, az ős vagyok, mely sokasodni vágyik. Apám anyámmá válok boldogan, s apám anyám maga is ketté oszlik, s én lelkes egyé így szaporodom. A világ vagyok, minden, ami volt, van, a sok nemzedék, mely egymásra tör. A honfoglalók győznek velem holtan, s a meggondoltak kínja megjövör. Árpád és Zalán, Verbőci és Dózsa, török, tatár, tót, román kavangeszívben, mely e múltnak már adósa, szelíd jövővel, mai magyarok. Én dolgozni akarok. Elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani. A Dunának, mely múlt, jelen, jövendő, egymást ölelik lágy hullámai. A harcot, amelyet őseink hívtak, békévé oldja az emlékezés, s rendezni végre közös dolgainkat. Ez a mi munkánk. És nem is kevés. Nehéz megszólalni József Attilának a létezésnek egy mély gondolatait szavakba öntve megfogalmazott verse után. De engem ért a megtiszteltetés, hogy a megnyitóként elmondhatom gondolataimat barátként. Csalai Ildikó festőművészés, festő, restaurátor. Ő tulajdonképpen már gyermekkorában megfogalmazódott benne ez a vágy, ami itt öltött testet ezekben a képekben, és az a kreativitás, ami már akkor kibontakozott benne, tulajdonképpen művészi pályája az a szegedi tanárképző főiskola földrajz rajzszakával kezdődött, és a mi barátságunk is ott kezdődött, és azóta is töretlenül tart. Tehát egy szívszűrő szereteten keresztül fogom elmondani azért ezeket a gondolatokat. Sok mindent kipróbáltat, tehát az önkifejezésnek kipróbálta a szövés, a goblen, a tűzománc, és mégis a festészet volt az, amiben úgy érezte, hogy azt a belső világot, ami az érzelmeit, gondolatait kifejezi, ebben tudja igazából megélni. A főiskola után Budapesten a Képzőművészeti Egyetem festő-restaurátor szakát végezte el, és jelenleg a Szépművészeti Múzeumban dolgozik, és ott éli meg egy alázatos, egy olyan művészi és szakmai tapasztalatokkal megélt pályát, amit ugyanúgy szeret, és ugyanúgy, mint magát a festészetet. De párhuzamosan éli meg ezt a festészetet tulajdonképpen, és én úgy mondtam, bár ő ezzel mindig tiltakozott, hogy ez egy szenvedély tulajdonképpen az ő életében, mert az a kitartás és az az öröm és szeretet, amivel ő festi ezeket a képeit, és én szerintem ez vissza is tükröződnek a képeink keresztül. Kipróbálta az olajtechnikát, és ugye az akvarell festői technikát, és én azt mondanám, hogy legjobban ez áll közel hozzá az akvarell. Szokták mondani, hogy ez egy ilyen költői műfaj, hiszen a vízelem és a fényelem az, ami megmutatja magát a képeken. A vízelem, ugye ez a csodálatos elem, ami tulajdonképpen az emberi testet és a földanyánkat is 70%-ban alkotja, és nem olyan régen, ugye kutatások az Emotónak a képeit biztos sokan ismerik, ugye, hogy a víznek ez a magnetikus ereje, ami átveszi a gondolatainkat és érzéseinket, ezek a képeken visszarezegnek. Tehát amikor a festő festi ezeket a képeket, akkor az ő érzései és gondolatai az, ami a képen a víz, az oldja és köti ezeket a színeket. És maga a fény, ugye, és akkor itt már majdnem itt vagyunk a kiállítás mottójánál is, hogy az a fény, amelynek csak egy icike-picike része az, amit mi az érzékszervünkkel, a szemünkkel érzékelünk, az tulajdonképpen a szívünkön keresztül válik fényé a képeken.
a színek rezgése, mert energiák, tulajdonképpen a színek is, ezek úgy hatnak ránk, ahogy mi azt a saját lelkületünkbe befogadni tudjuk. És itt kanyarodnék vissza ahhoz, hogy József Attila költészete, versei, ez, ugye ő azt mondja, hogy csak az olvassa versemet, aki ismerést szeret. Hát Ildikó nagyon régóta szereti József Attila verseit, és egy régóta érlelődő gondolat az, hogy a benne kialakult képek valójában leképeződjenek ugye, az ő festményeiben. Milyen a magyar nyelvünk? Ugye azt mondjuk, hogy a képzelő erő, és képekben gondolkodunk. És itt van az, hogy ugye saját világunk teremtői mi magunk vagyunk. Tehát mi teremtjük azt érzéseinkkel és gondolatunkkal. És mindenki ezzel a saját belső világával részt vesz ebben a nagy élet játékban. És minden egyes kicsi rezdülésével és pillanatával hatunk és befolyásoljuk ezt az életet, amiben itt vagyunk a Földön. És pont ezekkel a gondolatokkal, érzésekkel, amit képekké alakítunk, a képzelő erő segítségével létrehozzuk. Tehát itt van a magyar nyelvű csodálatos gazdagsága és szépsége, amely árnyalatokban tudja kifejezni a létezésünket. És valahol ezek az érzések, ami Ildikóban benne vannak, és ahogy ő ezeket festi, ezeken a képeken válik igazából kifejező erővé. Én azért értékelem most nagyon sokra ezt a kiállítást, mert pont ez a Pátyi kiállítás az, ami megfogalmazta ezeket a gondolatokat, ugye az Érika fény című József Attila versével, amit szerintem nagyon sokan nem olvastak még. Pedig ebben olyan sok dolgot mond el, amely tulajdonképpen kifejezi azt, hogyha ezzel a tudattal figyelünk, ugye, amely a szívünkben rejtezik, akkor képesek vagyunk eldönteni, hogy mi az az igaz, ahogyan élnünk kellene. Én úgy gondolom, hogy egyelőre ennyit mondanék, és talán átadnám a szót Eszternek, hogy elevenítse meg ezeket a József Attila verseket, ő teszi most nekünk élővé és élvezetté. Köszönjük. Harmatocska. Guggolva ringadoz a málnatő, meleg karján buttyos, zsíros papíros szendere. Lágy a táj, gyöngy az est, tömött, fonott falomb. Hegyek párája rezg a halmokon. S dalom. Hát, dolgoztam híven, s zümmögve, mint a rét. Milyen könnyű a menny, a műhely már sötét. Fáradt, meg együgyű, vagy tán csak jó vagyok. S reszketek, mint a fű, és mint a csillagok. Nyár! Aranyos lapály, gólya hír, áramló könnyűségű rét. Ezüst derűvel ráz a nyír egy szellőcskét, és leng az ég. Jön a darázs, jön, megszagol, dörmög, s a vadrózsára száll. A mérges rózsa meghajol, vörös, de karcsú még a nyár. Ám egyre több lágy budgyanás, vérbő eper a homokon. Bóviskol, zizzen a kalász, vihargubbaszt a lombokon. Így gyorsan betelik nyaram. Ördög szekéren hord a szél. Csattan a menny, és megvillan kék tündefénnyel fönn a tél. A fák
szuha szántások esővert leves gerezdjei között csüggetten várják a fát, a sebes apat mellükködött. Sárga levelük lefele korul, törzsük vizes, ragyog. Kisírtan állnak, gyorsan alkonul, se fák, magányosok. Még gajas, vágatlan, sudár alak mind, hántatlan, dorong, fényes gyümölcsük helyén hallgatak, zömök varjú bolong. Görcsösen fogja ilyet gyökerük az elmálló talajt, nedvük sebesen kering, tüdejük még zörren, még sohajt. Rügyre gondolnak, mormolva e fák. S a tág ég tiszta, nagy. Reggel az erkölcs hűvös kék vasát megvillantja a fagy. Reménytelenül. Az ember végül homokos, szomorú, vizes síkra ér. Szétnéz merengve, és okos fejével piccent. Nem remény. Én is így próbálok csalás nélkül szétnézni könnyedén. Ezüstös fejsze suhanás játszik a nyárfa levelén. A semmi ágán ül szívem, kis testre hangtalan vacog. Köréje gyűlnek szeliden, és nézik. Nézik a csillagok. Vas színű égboltban forog a lakkos hűvös dinamó. Ó, zajtalan csillagzatok! Szikrát vett fogam közt a szó. Bennem a múlt hull, mint a kő az űrön által, hangtalan. Elleng a néma kék idő. Kard éle csillan. A hajam. Bajszom, mint telt hernyó terül, elillant ízű számra szét. Fáj a szívem. A szó kihűl. De hát... kinek is szólnék? Talán eltűnök hirtelen. Akár az erdőben a vagyunk. Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Már bimbós gyermektestemet szemmaló füstön szállítottam. Bánat szedi szédeszemet, ha meg tudom, mire jutottam. Korán vájta belém fogát a vágy, mely idegenbe tévedt. Most rezge megbánás fog át. Várhattam volna még 10 élet. Dacból se fogtam föl soha értelmét az anyai szónak, majd árva lettem mostoha, s kiröhögtem az oktatómat. Ifjúságom, ez zöld vadont szabadnak hittem, és öröknek. És most könnyezve hallgatom a száraz ágak, hogy zörög. Csodálatosak voltak ezek a versek, és olyan úgy volt hallgatni, és még hallgatnám biztos tovább is. És annyit mondanék, még annyit tennék hozzá, hogy ezek a képek, amik tulajdonképpen Érikónak a belső világát, érzelem és gondolatvilágát vetítik elénk, én így is szoktam nevezni, hogy a lélek tükrök. Tehát amikor nézzük ezeket a képeket, akkor fogadjuk meg Ürre Attilának ebben az Érika fényben adott tanácsát, hogy nyissuk meg magunkat egészen, hogy együtt jussunk a szeretetbe. Tehát csak akkor tudjuk befogadni, hogyha megnyitjuk magunkat, és mi is átadjuk, és mi is ugyanilyen tükrökké tudunk válni, föltöltekezünk,
ezeknek a képeknek az erejéből, és utána tovább tudjuk adni, és ez lenne az, amivel bezárnánk és nyitnánk, és tulajdonképpen így zárul be a kör, hogy megnyitjuk a kiállítást. Átadva a következőt. Köszönöm.